És ahogy azt ígértem, kedvenc hobbi történészünk Müller Ádám itt is van velünk, szervusz! Sziasztok! Ádám, hogyan alakult ki a Margit-sziget pontosan? Ugye eleve tisztázunk, hogy ez gyakran tévhit, hogy ez egy mesterséges sziget, nem? Nem az. Nem, ezt a maga a Duna vízhozam alakította ki. Gyakorlatilag egy hordalék lerakódásból alakult ki, hogy szépen ugye az Alpokból hozta a maga a Duna magával ezeket a hordalékokat. Ez évezredek alatt, évmilliók alatt, jó, inkább évezredek alatt alakult ez így ki. És ugye mivel itt lelassult a folyás, ezért szépen ugye a Duna közepén egy ilyen sziget rakódott le. Ugye korábban ugye a Margit-sziget nem ugye egy részből állt, hanem három különböző részből. És ezeket feltöltötték, hogy egy legyen? Volt, ami feltöltött, volt, amit ugye, az majd rá fogunk térni, az 1800-as években ugye a Duna szabályozásánál gondolták azt, hogy akkor feltöltik mesterségesen. Tehát részben mesterséges, részben természetes. És mióta van használatban? Mióta miénk a Margit-sziget? Igazából mióta élnek ott ugye emberek, gondolom ez a kérdés. Igazából már valószínűsíthető, hogy az ókori Róma idején is már lakott volt. Erre vannak bizonyítékok is, és találtak különböző sírokat a Margit-sziget bizonyos részén. Ebből kifelé ugye valószínűleg a Pannonia provinciához is hozzátartozott már az a rész, ugye az Aquincum is közel volt, tehát valószínűleg temetkezési helynek használták. És igazából az első említés az a 12. században, század környékén van, ugye akkoriban úgy hívták, hogy Nyulak szigete, ugyanis valószínűleg ugye az ide tettett nyulak, még annó nagyon ugye könnyen és gyorsan elszaporodtak, és rengeteg volt itt a nyúl, illetve vadászásra használták az Árpád, Árpádházi királyok elején még vadászatra használták ezt. És akkor hogy Margit sziget lett végül a neve? Ugye Szent Margit, Árpádházi Szent Margitról lett elnevezve. Ő negyedik Béla királyunknak a lánya. Ugye ez a családban ugye a negyedik Bélának volt egy testvére, Erzsébet. Ő Magyarország, ő is végül is, őt is szentté avatták, de ugye a negyedik Bélának a lánya Margit. Ugye ekkoriban különböző kolostorok voltak már a szigeten, és a negyedik Bélának a idején ugye volt a tatárjárás, megtámadták Magyarországot. Negyedik Bélának 1230-as években született meg Margit nevű lánya, és ő vitte magával először Dalmáciába, aztán Felső-Ausztriába, és hát a végén ugye úgy volt, úgy, a Bremhajolt Domonkos rendi apácákhoz került Margit. És ugye ez a kolostor, ez itt volt a Margit szigeten, vagy a akkori Nyulak szigetén. És hiába kérte meg Cseh Ottokár király és Margitnak a kezét, ő nemet mondott, és ott élt igazából élete végig a Margit szigeten, és ezt később róla nevezték el ugye Margit szigetnek. És érdekes, hogy őt ugye szentté avatták 1945-ben, igen, és ugye a legenda azt mondja, hogy miután meghalt, a halott testéből rózsa illat áradozott. Akkor ezért van rózsa illat a Margit szigeten, fogadjuk. Hát ezért is lehet akár. Más történelmi személyek neve is fűződik még a Margit szigethez? Igen, mondhatjuk is, mert ugye nagyon sok király járt át ugye ide vadászni, ugye nagyon egy ideig, a török időkig, pontosan 1541-es budai ostromig ugye magyar, ugye mi kezünkön volt, addig kolostorok működtek, ott Premontrei, Domonkos és Ferences kolostorok, ezeknek a romjai még ma is megtalálhatóak. Ugye elfoglalták a törökök, után nagyon sok katonai célra használták fel ezeket a kolostorokat, és 1686-os felszólítás után pedig, amik ugye romokat találtak a szigeten, ugye igen, hozzá kell tenni, hogy egészen addig ugye nem lehetett hídon át közlekedni, csak csónakkal lehetett megközelíteni magát a szigetet.
És igazából a következő fennülés a sziget történetében 1796-tól kezdve József Nádor nevéhez fűződik, és az ő idején kezdett el újra szó szerint virágba borulni a Margit-sziget. 1800-as évektől kezdve több híres személyiség is idejött alkotni. Ugye akkor még külön volt a Margit-sziget déli csücskénél a Festősziget. Ez most ott a Margit híd, ahogy a Margit híd megy a Margit sziget szótlábánál, ott az a Festősziget, nagyon sok festő oda járt át alkotni, illetve Arany János 15 éven át ott töltötte minden nyarát, és ott alkotott lényegében. Visszakanyarodva József Nádorhoz, bocsánat, kicsit elkalandoztam. Az ő idejében kerültek oda különböző növények, tehát Kelet-Ázsiától kezdve nagyon sok növényt telepített rá erre a szigetre. És ettől egy kicsit gazdagabb, kicsit a maga a természet. Akkor ő kezdte meg a növénytelepítést? Igen. Hát addig ugye leginkább tölgyes volt, tölgyerdő volt jellemző a Margit-szigetre. És most milyen növények találhatóak ott? Hát nagyon változatos. Ugye az őshonos ugye az a tölgy, abból már nem sok. De ugye hát különböző gyönyörű kertek találhatók, de most például különleges példát a kínai majomkenyérfa, különböző orchideáktól kezdve gyönyörű ligettek át mindenféle növény megtalálható. Régen kik laktak a Margit-szigeten? Én úgy tudom, hogy jelenleg hivatalosan nem lakik ott senki. Korábban, ugye, mint említettem, voltak különböző kolostorok, apáca kolostorok, illetve szerzetes kolostorok is. Először jó, a domonkos szerzetesek, ferencesek, majd a premontrei kolostor is alapult ott. Ugye 1910-ig nem lehetett megközelíteni ugye, hídon a szigetet csak csónakkal. Utána igazából állandó lakosság nagyon nem lett, most jelenleg érdekes, hivatalosan három személy lakik. Kik ők, mit csinálnak ott? Az egyik személy egy 62 éves hölgy, ő az egyik hotelben dolgozik, mint takarító, és neki van bérlakása, és ő a fiával lakik, illetve van egy ismeretlen úriember, egy bácsi, akiről akinek be van jelentve, csak nem sosem látták. Tehát hivatalosan három fő a Margit-sziget jelenlegi lakossága. Korábban ugye főleg egyházi személyek éltek a Margit-szigeten. Hát én ezt nem is gondoltam volna, hogy valaki lakik ott a Margit-szigeten, de hát jó, hogy ezt is elmondtad nekünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Ádám. Köszönöm.